műsort az Ökopolis Alapítvány támogatja. Ökoúra klímaszerviz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Ökoóra klímaszerviz aktuális adásában. Mint ahogy azt megszokhatták, hétről hétre az életünk sorsfordító kérdéseivel jelentkezünk. Ha visszaemlékezünk 2019-20 fordulójára, akkor eszünkbe juthat, hogy az egyik legfontosabb téma a klímaválság volt, ami akkoriban a világ közvéleményét erősen foglalkoztatta. Mint ahogyha a tudomány sok évnyi munkája érett volna be ekkorra, hogy tudatosítsa, milyen hatalmas problémával áll szemben az emberiség. Aztán jött a járvány, és a klímaválság ügye hátrább szorult az egészségügyi, majd a gazdasági krízis miatt. Most, amikor ezen kezdenénk túljutni, Putyin háborút indított Ukrajna ellen, ami miatt ismét nehéz távlatosabb dolgokkal foglalkozni. Mert nehéz a holnappal foglalkozni akkor, amikor az orosz elnök ma fenyeget nukleáris háborúval. Éppen ezért ebben a műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy a háború milyen következményekkel jár az európai ügyekre, köztük a klímapolitikára. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Schmuck Erzsébetet, az LMP társelnökét, országgyűlési képviselőjét, és Balázs Péter volt uniós biztost, volt külügyminisztert. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Önök hogy látják ebben a háborúban az események, miként hatnak a felmelegedő bolygóra? Sokféle következménye van ennek a háborúnak, és nagyon sok dologra rá kell döbbennünk. Nyilván egy háború az borzalmas, borzalmas az ott élőknek, hiszen szörnyű, hogy életek vesznek el, és rettegésben élnek az emberek. Eddig kevesebb szó esett, hogy milyen következményei lesznek ennek a háborúnak. Látszanak a közvetlen és közvetett következménye is. Rögtön az első kérdés itt Európa számára és Magyarország számára is az energiafüggőség. Európai Unió országai nagyon komolyan függnek az orosz gáztól és kőolajtól. Magyarországon körülbelül 70-80%-a Oroszországból érkezik a gáznak és a kőolajnak, ami hatalmas mennyiség. Ez a helyzet rádöbbentett bennünket arra, hogy ilyen geopolitikai szempontból is, ebből a szempontból is ezt a függőséget csökkenteni kell. Bár ezt már korábban is tudtuk, hiszen az éghajlatváltozás az itt kopog az ajtónkon, vagy ránk csapta az ajtót, de nem vettük még elég komolyan, hogy ezen változtatni kell, és sokkal nagyobb ütembe, gyorsabb ütembe kell áttérnünk a megújuló energiaforrások használatára. De nem csak a megújuló energiaforrásokról van szó, hanem Magyarország Paks 2-t tervez, ami orosz technológiával épülne meg, legalábbis a kormány szándékai szerint, és orosz hitelből. Ez látszik, hogy ez nem járható út, hiszen az Európai Parlament is megszavazta azt a közös szándékot, hogy Paks 2-t azt le kell állítani, és ezen az úton nem mehetünk tovább. Tehát ebből a szempontból is hatalmas feladat áll előttünk, de a háború nem csak az energiafüggőségre hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy felerősödnek azok a félelmek, hogy élelmiszerhiány várható az elkövetkezendő években, évtizedekben, hiszen a háború dúlt a területeken, nem lehet élelmiszert termelni, és hát Oroszországgal sem lehet számolni ebben a tekintetben. És a klímaváltozás és a háborús helyzet is azt vetíti előre, hogy felerősödnek ezek az aggodalmak, hogy élelmiszer hiánnyal fog szembenézni a világ. Balázs Péterre nézek, hogy 2019-ben, amikor kinevezték a friss uniós biztost, akkor első intézkedéseinek egyike volt meghirdetni a Green Deal-t. Ez hogyan befolyásolja most a háború?
Nos, a háborúnak sokféle hatása van. Ugye az eredeti kérdésre annyit, hogy Ukrajnában iszonyatos környezetszennyezés marad a háború után, de ezt mindenki naponta látja a televízióban. Ott, amíg a romokat eltakarítják, az újjáépítést befejezik, évekbe fog telni, és addig mind szenvedik ennek a következményeit, és az, hogy Csernobillal pontosan mi lesz, a mariupoli óriási acélkombinát, amit most romboltak le, annak mi lesz a sorsa, folytatása, tehát itt rengeteg probléma van. Na most, amint a bevezetőben is elhangzott, ugye a háború mindent fölülír, és egy azonnali kényszer a cselekvésre. Szinte elfeledtük talán egy nap alatt a járványt. Én sokféle híradót szoktam nézni, és például a német híradók teli voltak egészen február 24-éig a járványhelyzettel. Szinte csak arról szólt a híradó, 80%-ban. Másnap február 24-én egy szó nem esett a járványról, csak a háborúval foglalkozott mindenki, holott az is egy fontos probléma, és tulajdonképpen a közvetett hatása az, hogy szétszakított szállítási, értékesítési, termelési láncokat, aminek van pozitív oldala is, hogy nem a világ végéről szállítanak környezetszennyező módon termékeket, alkatrészeket távoli célpontokra, hanem mindenki elkezdte a biztonságosabb és közelebbi forrásokat és piacokat keresni. Nos, és ezek után jön ugye a legnagyobb és a leghosszabb kifutású probléma, ez a klímaváltozás. Nagyon helyesen az új Európai Bizottság 2019-ben valóban a zöld programot tűzte a zászlajára, mindenek előtt. Van még néhány hasonlóképpen fontos, ez Európa szuverenitásának az erősítése, az EU működőképességének a javítása, és még hasonlók. Azonban a fő irány az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság számára, ez valóban a zöldítés, a karbonsemlegesség elérése nagyon konkrét programok alapján. És nem csak a célok világosak és kidolgozottak, de pénz is van hozzá. És a kettő együtt ér valamit, ezt a hazai politikából is tudjuk, lehet szépeket álmodni, ha nincs hozzá finanszírozási forrás, és fordítva. Nos, én azt látom, elég sok dolgom van most is az Európai Unióval, főleg a közlekedési területen, európai közlekedésfejlesztés koordinálásában veszek részt egy bizottsági mandátum alapján évek óta, és ott fő parancs olyan modális változások elérése, hogy a közúti forgalmat, főleg a teherforgalmat átterelni tisztább közlekedési móduszokra, vasútra, és ha lehet belföldi víziútra. Ugye nálunk a Duna képviseli a belföldi víziútat egyedül gyakorlatilag, de Észak-Nyugat-Európa, Benelux, Németország egy része, és Észak-Franciaország át van szőve víziútakkal, ahol például egy olyan intézkedés sorozat, hogy minden hidat magasabbra emelnek, és akkor az uszája nem csak két réteg konténerférel, hanem három réteg, óriási kapacitás növelés jelent egy tiszta víziúton. Az Unió foglalkozik Európa szerte azzal, hogy segít, hogyha valaki tiszta üzemanyagokat akar elterjeszteni, ennek a töltőállomásait mind szárazföldön, tehát autópályákon, mind a víziutak mentén megteremtik. Olyan csatlakozó pontokat, átrakodó állomásokat létesítenek, ahol könnyen lehet átmenni az egyik közlekedési eszközről a másikra, tehát gyorsan lehet átrakodni konténereket, mondjuk, hogy hajóról vonatra, vonatról az utolsó szakaszra, a kamionra, és így tovább. Most mindezzel nagyon kéne foglalkozni, hogyha ez lenne az egyetlen dolgunk. Sajnos nem ez az egyetlen dolgunk. Még a járvánnyal sok teendő van, rengeteget tanult belőle a világ, és hát most mindenek előtt ezt a szörnyű és brutális orosz agressziót kellene megállítani,
a fegyverszünetig eljutni, és utána tárgyalni. Sajnos ennek a körvonalai nem nagyon látszanak, mert ez egy rablóháború, amiben Oroszország láthatóan területet akar szerezni, és a területi változásokat a világ nem fogja egy könnyen lenyelni, mert az az egész status quo-t megrázza, és nagyon veszélyes precedenseket teremtett. Én visszatérnék még egy picit a háborúnak a környezeti vonatkozásaira. Itt nagyon-nagyon komoly környezetrombolás folyik, és itt a klímaváltozás mellett mindig hozzá kell tenni, hogy az egészséges környezet biztosítása is alapvető kérdés. Hát olyannyira, hogy arról lehet hallani, hogy a környezeti károk az ukránok elleni erőszak eszközeiként definiálhatók, és ez majd a igazságtételi szakaszban egy komoly tétel lesz ezeket elszámolni, hogy mit követnek el az oroszok. Igen, ezek egyszerűen felbecsülhetetlen következmények. Gondoljunk itt azért beszéljünk konkrétumokról, igen, ezt akartam kérni. Tehát, gondoljunk például csak arra, hogy Ukrajnában 4 működő atomerőmű van, a legnagyobbat, a Zaporizsiait elfoglalták az oroszok, ugye Csernobilt is a fennhatóságuk alá vonták, sőt bombáztak ilyen alacsonyabb aktivitású hulladéklerakókat is. Ez bizony komoly nukleáris veszély a jövőre tekintettel, hiszen a Csernobilnál is azt mondták, hogy a nukleáris por az felkavarodott. Már rögtön mérhető. Igen, és igen, de azt is most tudjuk, hogy itt a háborúban nem igazán mérik a nukleáris szennyezés sem, tehát nem nagyon tudjuk pontosan, hogy milyen károk keletkeznek, viszont azért az egyértelmű veszély egy háborús helyzetben, hogyha működő atomerőművek vannak, és az atomerőművek elfoglalását, vagy azok célponttá válnak. Gondoljunk arra, hogy például ugye talán a múlt héten volt, amikor robotrepülő repült át Magyarország felett, nem messzi Pakstól. Itt is tulajdonképpen akár be is csapódhatott volna Paks egybe, és ez tovább ment. Tehát ezzel a nukleáris kockázattal számolni kell, és nagyon-nagyon oda kell a világnak figyelni arra, hogy mi történik Ukrajnában a nukleáris erőművekkel és a nukleáris hulladék lerakókkal. De nem csak a nukleáris ilyen szempontból nukleáris veszély van, hanem azt is látjuk, hogy vegyi műveket is bombáznak, vagy például ott van a Donbaszk, a világnak talán a legnagyobb szén régiója, nagyon sok szénbánya és felhagyott szénbánya van, ahol például a felhagyott szénbányánknál is folyamatosan ugye a felszín alatt rétegvizek beszivárognak, ezt szivattyúzni kellene folyamatosan, mert hogyha a vízbe megy, akkor nehéz fémeket old ki, ami később tovább viszi, és a talajnak az felszín alatti vizeket elszennyezi, a talajt elszennyezi. Tehát nagyon sok ilyen következménnyel kell számolnunk, de hát nyilván, hogy az elsődleges figyelem az ember életeknek a megóvására irányul, és hogy ennek a háborúnak mi hamarabb legyen vége, mert ez felbecsülhetetlen károkat okoz a jövő nemzedéknek is. Sokan azt mondják, hogy ha Európa 20 évvel ezelőtt hallgatott volna az ENSZ klímajelentésére, akkor ma nem lehetne az energetikai kiszolgáltatottságát olyan fegyverként használni, ahogy most Putyin használja. És hát ugye az Európai Unióban is láthattuk, hogy a nagy húzó országok, mint például Németország is sokáig arra gondolt, hogy elbizniszelget Putyinnal, és ezt a kiszolgáltatottságot nem csökkentette az elmúlt időszakban. Tegyük hozzá, hogy a függés kölcsönös, tudnélik Oroszország sem nagyon tudja máshol eladni ezt a mennyiségű gázt, mint Nyugat-Európában, és megvannak a csővezetékek, meg voltak egy részük, ugye, amit örököltünk mi is, és a hajdani szovjet tábor, a KGST csővezetékein keresztül, és a németek elkezdtek egy újat építeni, az északi áramlat második vonala, amiben azt hitték, hogy nagyot lépnek, mert elkerülik a veszélyes területeket, a tranzit kockázatait, és közvetlen összeköttetés jön létre
Oroszország és Németország között. Lám, most politikai okokból ezt le kellett állítani, és mi is egy csomót tanultunk, mert nagyon rossz dolog, hogyha mindent egy szögre akasztanak, és Magyarországon az elmúlt évtizedben, 12 évben nagyon tudatosan növelte a kormány az Oroszországtól való energiafüggést. Egyrészt ugye a gázt hosszú távra is onnan akarta beszerezni, másrészt pedig a Paks 2 megépítése orosz technológiával. Mind a kettőben lehetett volna alternatívákat keresni, ugye a orosz helyett versenyben voltak kanadai, koreai és más kitűnő technológiák, tehát lehetett volna ott lépni egyet, de azért tegyük hozzá, hogy nem volt itt az ideje Paks bővítésének, semmi nem sürgetett, tehát ki lehetett volna várni, amíg az elektromos energiapiac egy kicsit közelebbről látható, prognosztizálható lesz, tehát itt fejest ugrottak valamibe 2014-ben ok nélkül, ugye amikor Orbán Viktor Moszkvából hazajöve talált a zsebében egy szándéklevelet, és ez Paks bővítéséről szólt. A másik dolog pedig az, hogy megépültek az interkonnektorok európai segítséggel Magyarország és Szlovákia, Magyarország és Románia, Magyarország és Horvátország határain, tehát oda-vissza lehetővé vált gáz csere, és hát ugye számunkra, mint szárazföldbe zárt országnak a legnagyobb gondunk az, hogy folyékony gázzal kevéssé tudtunk számolni, ez most Horvátországon keresztül elvben lehetővé válik. A napokban a német gazdasági miniszter Habeck elszaladt az arab öbölbe, elsősorban Katarban. Ez egy külön kérdés, hogy egyébként most egy másik autoriter rezsimtől fogunk függni ott az arab térségben. Hát így van, de most... Mert ugye... azért az is felvetődik szakértőkben, hogy jó lenne olyan függést kialakítani Európán belül egymástól, amelyek demokratikus országok függnek demokratikus országoktól, és nem pedig demokratikus országok ilyen súlyos hát, autokráciák és rezsimektől. Mondjuk diplomáciai szempontból azt mondanám, hogy persze vannak szép, kevésbé szép és csúnya rezsimek, és amikor gazdasági kapcsolatokról van szó, még akkor is fel kell használni az ilyen érintkezést, hogy azért a normáinkat szóvá tegyük, és ezt egy jó kormány és egy jó diplomácia nem mulasztja. Azonban ez lehetünk finnyásak, hogy milyen a partner, de van egy másik szempont, ami nagyon fontos az ország érdekei szempontjából, és ez a kiszámíthatóság. Na most Oroszország rendkívül kiszámíthatatlanná vált. Lavrov külügyminiszter február 15-én egy sajtótájékoztatón letette a nagy esküt, hogy nem fogja Oroszország megtámadni Ukrajnát, ők csak egy hadgyakorlatra készülnek, és 9 nappal később lerohanták az országot. Oroszország abszolút megbízhatatlan és kiszámíthatatlan, nem mondanak igazat. A katari rezsim nem szép, de kiszámítható. Tehát onnan lehet folyékony gázt vásárolni. Németország most elindult ezen az úton. Egyértelmű, hogy a világ nem tette meg a szükséges lépéseket. 30 évvel ezelőtt, 1992-ben Rióban fogadta el az ENSZ legmagasabb szintű csúcsértekezleten a klímaegyezményt. Azóta a tudósok folyamatosan mondják, hogy csökkenteni kellene a széndioxid kibocsátást, csökkenteni kellene az energiafelhasználást, de gyakorlatilag az érdemi lépések nem történtek meg. Innen folytatjuk. Részletesen fogunk még beszélni arról, hogy vajon küllők vagyunk-e az Európai Uniós zöld és egyéb projekteknél, illetve kaphatunk-e pénzösszegeket a felújítási alapból. A Bloomberg szerint igen, egyes európai parlamenti képviselők szerint nem, de nem sokára jövünk, és mindezt kitárgyaljuk. Ökoúra klímaszerviz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra.
És folytatjuk az Ökóóra klímaszerviz műsorát. Ott hagytuk abba, hogy mennyire dominálták a rövidtávú gazdasági céluk azokat a politikai döntéseket, amelyek aztán végül a klímacélokkal szemben fogalmazódtak meg. Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke és parlamenti képviselője. Érdemes mind a két területre rátekinteni. Az egyik ugye az éghajlatváltozás megfékezése megköveteli, hogy a széndioxid kibocsátást és az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsük. Ezt már 92 óta tudjuk, de azt látjuk, hogy közben folyamatosan a világban a széndioxid kibocsátás az nőtt, talán 2018-ban csúcsot döntött a világban a széndioxid kibocsátásnak a nagysága. Hogyha itt Magyarországot nézzük, akkor itt is látjuk azt, hogy 2013-ig volt egy csökkenő pálya, az igaz, de az annak volt köszönhető, hogy a rendszerváltás után a nehézipar összeomlott, viszont 2014-től Magyarország egy növekvő széndioxid kibocsátási pályára lépett, és nemhogy nem közelednénk a célhoz, hanem egyre inkább távolodunk. Tehát az egyik probléma a csökkentésnek a gyakorlatilag a hiánya, talán most is valami hatalmas mennyiség a legutóbbi adat szerint, ami a széndioxid kibocsátás terén volt. De a másik területen sem, mert ugye ide kapcsolódik az energiatakarékosság, energiahatékonyságnak a kérdése. Az energiatakarékosság terén sem léptünk igazán előre, gondoljunk például Magyarországra, hogy hatalmas tartalékok lettek volna a lakóházaknak a tekintetében, tehát hogy mennyi energiát használunk el a téli fűtésre, a nyáron a hűtésre, vagy pedig a másik terület a közlekedés, tehát a közlekedés is hatalmas energiafaló. Régen el lehetett volna kezdeni például Magyarországon is a lakóházaknak a szigetelését, hogy az orosz gázzal ne az utcát fűtsük, hanem kevesebb gázt használjunk fel, de ez nem történt meg. Bár lettek volna erre európai uniós források, gyakorlatilag a kormány nem tette lehetővé azt, hogy nekifogjuk és támogassák az embereket, hogy a lakóházak a szigetelése, energetikai korszerűsítése megtörténjen. Azt tudom mondani, hogy a Márki-Zay Péter vezette új kormány évente legalább 100 000 lakásnak a szigetelését és energetikai korszerűsítését lehetővé fogja tenni. Németországban most nagy fordulat következett be. Ugye ők, már itt emlegettük, hogy Katarból cseppfolyós gázt próbálnak majd importálni, de egyéb intézkedésekre is sor kerül. Nem volt ez már késő? Nézek Balázs Péterre, volt uniós biztosra, volt külügyminiszterre. Megváltozott a világ. Tehát Németországnak volt egy vonala, például, amit ők németül Atomausstiegnek mondanak, tehát az atomenergiából való kiszállás, ami egy példaértékű, számomra személy szerint nagyon szimpatikus lépés volt. Aztán a szén alapú hőerőművek visszaszorítása, tehát ők jó irányba mozogtak. Persze említettük már korábban, hogy ugyanakkor egy ilyen nagyon rövid, közvetlen csővezeték kapcsolatot létesítettek Oroszország. Mindezt azért is kérdeztem, mert nagyon sokszor mutogat Orbán Viktor Németországra, illetve mutogatott korábban, amikor ugye egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokra törekedett Putyinnal, és hozta egymás után a különböző szerződéseket, hogy hát mások is bizniszelnek Oroszországgal az Európai Unión belül. Békeidőben ez egy védhető álláspont, azonban ugye, mint említettük, a világ nagyot fordult körülöttünk, és nagyon sok minden átértékelődött. De Németországra érdemes figyelni, ne felejtsük el, hogy Magyarország messze a legnagyobb gazdasági partnere, nagyobb ma a súlya a magyar külgazdaságban, mint a Szovjetunióé volt hatalma csúcsán. Mégse kapálózunk ellene, mert Németország kiszámítható és jó irányba húzza a magyar gazdaságot, de nagyon szoros az összefonódás, hát legnagyobb iparágunká vált a gépkocsiipar, ami zömmel, ugye a győri Audi, vagy a kecskeméti Mercedes révén zömmel német autóipar, itt is túl nagy a függés egyébként már gazdasági tekintetben. Na most, és Németország az Európai Unió legnagyobb finanszírozója, messze a legnagyobb terheket vállalja, és nem árt vele stratégiailag is egyeztetni, hogy mire biztosít forrásokat, és miként lehet azokat a forrásokat elkölteni.
Már hogy említette, hogy ez a függés ez nagyon kellemetlenné vált, új világban, ahogy erről is beszéltünk, és ez mintha 20-30 évet megspórolt volna az EU fejlődésében, nem tudom ezt önök hogyan látják. Ez a háború olyan dolgokat indított el az Európai Unió döntéshozó testületeiben, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Gondolok itt a gazdasági szankciókra, vagy akár arra, hogy az orosz propagandát kitiltották a tagállamokból, de az unió történetében először történt meg az, hogy pénzügyi segítséget nyújt fegyverek vásárlására, hogy segítse Ukrajnát. Mennyire lepte meg önöket, hogy ilyen szorosan zárt az Európai Unió? Hát, ugye az Európai Unióra is igaz az, amit egyes államokra, vagy bármely szervezetre mondhatunk, hogyha nincsenek valódi problémái, akkor csinál magának. Az Uniótól senki nem kérte például, hogy csináljon egy közös valutát. Csak ez egy olyan szép cél volt, lelkesen építettük, aztán kicsit gyöngére sikerült, 2008-ban megrázta a világgazdasági válság, és tulajdonképpen második nekifutásban sikerült jól megépíteni az eurót. Most már megáll a lábán. De hasonló, hogy európai alkotmányt terveztünk, nem sikerült lett belőle lisszaboni szerződés, és még lehetne folytatni, hogy belevágott az Unió egy szinte előkészítetlen óriási nagy bővítésbe, magunkat is beleértve, anélkül, hogy végig elemezték, végig gondolták volna, hogy kiket vesznek föl, milyen előzményekkel, milyen helyzettel. Na most hirtelen megjelennek a valódi problémák, mert a járvány valódi probléma, a háború valódi probléma, és a háttérben növekvő klímaváltozás is valódi probléma. Most ezekkel valódi módon kell foglalkozni, és amit látunk, valóban az, hogy az Unió elkezdett cselekedni, és ilyen gitegyletszerű belső tanácskozások helyett intézkedik, cselekszik. Nagyon érdekes, hogy Putyin kalkulációjában valószínűleg az is benne volt, hogy gyöngének látszott az Európai Unió, megjegyzem, a NATO is, ugye? És ő gondolta, hogy itt a nagy pillanat lecsaphat egy zsákmányra, ezek úgyse fognak cselekedni, meg nincs is erejük hozzá. Épp az ellenkezőjét érte el, összefogott az Európai Unió, elkezdett cselekedni, kezdi betölteni azt a szerepet, amit valóban kell. Ugye elhangzottak már a konkrét példák, hogy akár még fegyvert is vásárol és küld Ukrajnának, és hasonlóképpen például nagyon merészen belevágott a pénzek feltételességének nagyon bonyolult kérdésébe, hogy nem lehet nyakló nélkül költeni az unió forrásait. Tegyük hozzá, hogy Magyarországon ilyen mértékű külső finanszírozás soha nem volt. Tehát végre egy olyan szövetségi rendszerben vagyunk benne, és olyan nagyhatalmakkal tudunk barátkozni, akik nem visznek innen, hanem hoznak, adnak. A nemzeti jövedelem 3-4%-át teszik ki az a forrásbevonás, amit az unió lehetővé tesz. Persze, ha azt ostobaságokra költik, tehát térkövekre vagy kilátókra, ha csókosoknak adják oda a szerződést, ha azoknak van képük hozzá, hogy árat emeljenek és a minőséget csökkentsék, akkor eljutunk oda, ahol most éppen tartunk, hogy az Unió azt mondja, hogy feltétel nélkül több pénzt nem ad. Ezt egy kicsit most keresztezte a háború, mert ugye két ilyen hős ellenálló volt, Lengyelország és Magyarország, akik kézzel-lábbal tiltakoztak mindenféle feltétel és ellenőrzés ellen. Érdekes, hogy 25 más tagállamnak ezzel semmi problémája nem volt, mert azt mondták, hogy bármikor jöhetnek, nézhetik, hogy mit csinálunk, tiszta a lelkiismeretünk. Nos, a lengyelek már léptek ebben az irányba, nem tudom, hogy Magyarország képes lesz-e legalábbis a jelenlegi kormánnyal alkalmazkodni az unió feltételeihez, hogy ezeket a külső forrásokat is beforgassa a hazai cselekvésbe. Ez egy nagyon fontos pont, amit Balázs Péter mondott, hogy az Európai Unió valódi problémákra elkezdett érdemi módon cselekedni. Erre nagyon-nagyon szükség van, és ezt ennek a vonatkozás
eset a tagállamokra is meg kell nézni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a tekintetben is lesz érdemi lépés, hogy az Európai Uniós forrásokat, tehát amelyik ország nem annak a célnak az érdekében használja, hanem ellopja, akkor annak lesznek következményei. Erre nagyon nagy szükség van, mert az elmúlt években, évtizedben óriási mennyiségű Európai Uniós forrás jött Magyarországra, csak ennek a pénznek a zömét nem arra használtuk fel, amire kellett volna. Tehát arra, hogy például átálljunk a megújuló energiaforrásoknak a nagyobb arányára, mert most, ami tulajdonképpen folyik, ez a napelem parkoknak a létesítése, ez sem igazán a megfelelő módon, környezetbarát módon történik, mert termőföldet vesznek el, zöld felületet vesznek el, és ezt más módon kellett volna korábban. Csak ott gyakorlatilag itt az élet kényszerítette ki a Fidesztől, hogy a napenergiát elkezdtük jobban felhasználni, de hát például a szélenergia gyakorlatilag tiltva van Magyarországon, és még nagyon kevés lábon áll az energia mix Magyarországon, ezen változtatni kell. De hát nem csak erről szól a dolog, hanem arról is szól, hogy például a gazdákat nem megfelelő módon támogatták. Magyarországon végbe ment a mezőgazdaságban egy hatalmas birtokkoncentráció, a nagyüzemi mezőgazdálkodás kapja igazán a támogatásokat, a családi gazdaságok nem. De hát nem csak a mezőgazdaság, hanem térkövezésre használták fel a pénzeket, magánzsebekbe vándorolt. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az elkövetkezendő időszakban sokkal jobban számon kell kérni, hogy az Európai Uniós forrásokat egy tagország hogyan használ fel. Ugye az Európai Bíróság ez ügyben döntött, tehát hogy arról, hogy élesíteni kell a jogállamisági mechanizmust, és addig vissza kell tartani a kifizetéseket, amíg ez a vita megnyugtatóan nem zárul le, és Magyarország nem tartja be ezeket a követeléseket. Mit gondolnak, hogy most a háború ezt fölülírja? Ugye a Bloomberg, ahogy a kérdésemben már korábban felvetettem, úgy értesült, hogy a lengyelek helytállása és a menekültekkel való szolidaritása és befogadása az egy akkora terhet ró Lengyelországra, nagyobbat, mint Magyarországra, bár Magyarországon is ez komoly gondot jelent, de mégis ez Lengyelországban egy olyan szükséget állított elő, ami miatt úgy érzik néhányan az Európai Unió döntéshozó testületeiben, hogy nem most kellene a jogállamisági mechanizmust érvényesíteni, ezzel még várni kell, és tulajdonképpen mint ilyen nevető második, ha lehet ezt a kicsit csuta hasonlatot használnom Magyarország esetében, de lényegében a lengyelek miatt meg fogja kapni Magyarország ezt a pénzt. Ha igazak az értesülések, mit gondolnak erről? Lengyelországra vonatkozóan igaz, tehát valóban Lengyelországot úgy tűnik, hogy kiengedték ebből a szituációból, mert messze több menekült érkezett oda, mint bárhova máshova, ennek történelmi, kulturális, nyelvi okai is vannak, meg földrajzi, hát arra azon a síkságon szoktak átjárni Napóleontól Hitlerig és Sztálinig mindenki, úgyhogy ott könnyű közlekedni, Szlovákia és Magyarország felé át kell kelni a Kárpátokon, tehát sokkal nehezebb a közlekedés, és Lengyelország hősiesen fogadja és látja el a menekülteket. Én szoktam lengyel tévét is nézni, és hát helyszíni tudósítások mutatják, hogy mennyi feladat zúdul rájuk. Tehát ezt tényleg honorálni kell. Na most nem biztos, hogy a lengyelek farvizében az Orbán kormány is át tud jutni ezen a problémán. Tudnélik, senki nem törölte el a jogállamisági feltételeket. Ellenkezőleg az Európai Bíróság, ahogy elhangzott, zöld utat adott neki, és az Európai Parlament rögtön elkezdte sürgetni az alkalmazását. A jogszabály él, és csak félreteszik a dossziét átmenetileg, tekintettel a háborús helyzetre és a menekültek fogadására. Magyarország esetében még ez sem teljesen biztos, és közben azért folyik a problémák regisztrálása, mert tavaly novemberben kapott a magyar kormány egy nagyon konkrét levelet, amiben igen jó kérdések voltak, nagyon konkrétan arról szól, amiről ugye itt már beszélgettünk. Megkérdezték, hogy a földárveréseken kik nyert.
nyertek. A balatoni ingatlan fejlesztést kik csinálják? Miként történik az egyetemek kiszervezése? Hány közbeszerzésen fut csak egyetlen ajánlat? Mi lett a Budapest Airport részvényeivel? Ki a 10 legnagyobb kedvezményezettje az agrártámogatásoknak? Mennyi visszafizetés történt az elmúlt 5 évben csalások miatt az európai pénzekből? És így tovább. És ezekre kellett már válaszolni, és nem felejti el, az Európai Unió iszonyúan következetes ilyen szempontból, tehát nem lehet egy mozdulattal elintézni, a dossziéba gyűlnek a tények, és ezeket egy napon számon kérik. Én nagyon bízom abban, hogy a háború forró szakaszának hamar vége lesz, mert ott el kell jutni, akkora nemzetközi nyomás van Oroszországon, és olyan súlyos szankciókat mértek rá, hogy a fegyverszünetig el kell jutni. Utána majd igen sokáig tartanak a nehéz tárgyalások a rendezést illetően, de utána elő lehet venni majd ezt a dossziét is, és az Európai Bizottság elő is fogja venni, és számon is fogja kérni. Azt érzékeljük a magyar miniszterelnök kommunikációjából, hogy még Paks 2 ügyében sem hangzott az tőle el, hogy felülvizsgálják, vagy leállítják. Tehát nagyon lebeg ez itt a közvéleményben, bár én még nem beszéltem olyan szakértővel, aki azt mondta volna, hogy ez meg fog épülni, és a politikusok zöme is úgy tekint erre a projektre, hogy ez már veszett fejsze, de ezt még a magyar miniszterelnök nem jelentette ki. Minden esetre az látszik, hogy nem tágít. Tehát a pávatánc az továbbra is jellemzi az ő külpolitikáját. Most volt éppen egy elég sokkoló eseménysorozat, amikor azt láttuk, hogy a magyar miniszterelnök kihagyja ezt a lehetőséget. A visegrádi négyek ellátogattak Kijevbe, kiegészülve a szlovén elnökkel, és Orbán Viktor nem tartott velük. Itt járt az Egyesült Államok alelnöke, nem tett látogatást Magyarországon, itt volt az izraeli külügyminiszter a térségben, nem tett látogatást Magyarországon. Tehát érzékelhető, hogy ez a pávatánc azért külpolitikailag kényes dolog. Meddig tartható fönn? Kikényszerítheti-e ez a helyzet, az Európai Unió változása, illetve maga a háborús helyzet azt, hogy Orbán Viktornak fel kell hagynia előbb-utóbb ezzel a pávatánccal, és le kell tennie a voksát itt vagy ott? Én nagyon remélem, hogy április 3-án ennek a pávatáncnak véget vetünk, és az ellenzék fog nyerni a következő országgyűlési választásokon. Egyébként Paks 2-nél valóban nagyon jól látszik a tánc, hogy az Európai Parlamentben megszavazzák azt a csomagot vagy döntést, hogy akkor a Paks 2 nem, és Rosszatom, az befejezzük az üzletelést velük, és megszavazták a Fidesznek aki európai parlamenti képviselői is ezt, egyetértettek ott vele, hazajöttek Magyarországra, és akkor itt rögtön azt kezdték mondani, hogy akkor az nem is úgy volt, hanem tulajdonképpen ezt a részt nem szavazták, meg a többit megszavazták, de hát a jegyzőkönyvek egyértelműen bizonyítják, hogy megszavazták, és kettős játékot játszanak, ez mindenre megfigyelhető. Én azt gondolom, hogy ennek a pávatáncnak 2 hét múlva vége lesz. Sajnos a kettős játszmáknak a magyar történelemben és diplomáciában voltak már példái és előzményei, nem Orbán találta föl, de ő és tábora valószínűleg zseniális húzásnak gondolták, hogy nyugatról ömlik a pénz, és kelet felé folyik a barátkozás. Ide is, oda is. Ezt békeidőben valahogy még el lehet tipegni, ezt a pávatáncot, de amikor a helyzet élessé válik, akkor állást kell foglalni, és akkor nagyon lelepleződik ez a kettősség. De nekem erről a Pál utcai fiúkból a Geréb szerepe jut eszembe, hogy elárulja a Pál utcaiakat, vörösingesekkel barátkozik, de végül senki nem veszi őt komolyan, és senki nem áll vele szóba. Na most Orbán valami hasonló helyzetben manőverezte magát, hogy hirtelen ez az évenkénti Putyin találkozók, a keleti nyitások és egyebek nagyon negatív fényt kaptak, és ahogy Oroszország
párjává vált és elszigetelődött a nemzetközi kapcsolatokban, Orbán vele együtt hasonló helyzetbe kerülhet, most még próbálja ezt a helyzetet valamennyire menteni, de azért az mindenkinek szemet szúr, hogy Putyin nevét még ki sem mondta, sőt ő és csapata Oroszország nevét is kerüli, mint agresszort, hogy megnevezze. Éles helyzetekben érték alapú állásfoglalásokra van szükség. Tehát amikor valami nagyon komoly... mikor készíthető ki, vagy mikor látja úgy, hogy a helyzet kikényszeríti, hogy Orbán Viktor se ugorhat el előle? Vannak kényszerhelyzetek, amikben ő próbál manőverezni, tehát például az EU szankciókat, vagy a NATO közös döntéseit most már nem vétózza meg. Ugye Ukrajnával kapcsolatban sokáig ő volt a vétózó játékos. Ezért valószínűleg nem fogadták volna őt tártkarokkal Kijevben, még akkor se, hogyha fölül arra a kockázatos vonatra. Nos, ilyenkor állást kell foglalni abban, hogy megnevezem az agresszort, elítélem az agresszort, elítélem a vérontást, kiállok az országok szuverenitása mellett, kiállok a területi integritás mellett, tehát vannak bizonyos alapvető értékek, amiket ilyenkor ki kell mondani, és ez a diplomácia feladata. És nem azt mondom, hogy egyenlő távolságban vagyok az Európai Uniótól, mint ahogy Oroszországtól, hiszen Magyarország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak. Ezt, ahogy Balázs Péter említette, nagyon fegyelmezetten szavazta meg ezeket a szankciókat, de valójában a nonverbális, hogy úgy mondjam, kommunikációja, hogy miről nem beszél, annak a kommunikációja az nagyon árulkodó abban, hogy még nem tett le arról, hogy ezt a kettős kommunikációt, illetve ezt a pávatáncot fenntartsa. Ez a számomra nagyon izgalmas, hogy ez a helyzet tényleg mikor hoz el egy olyan pillanatot, amikor élére állnak a dolgok, és muszáj lesz itt vagy ott állást foglalnia, hogy fontos neki a keleti nyitás annyira, hogy esetleg kockáztatja a nyugati integrációnkat. Én gyanítom, hogy Orbán és a jelenlegi külügyminisztérium most próbálja kispekulálni, hogy mi lesz ebből a konfliktusból, milyen időtávon, milyen megoldás valószínűsíthető. Egyébként minden külügyi szolgálatban ez lehet a fő téma, és elemzők Washingtontól Pekingig ezzel foglalkoznak. Na most van egy kiszámíthatatlan szereplő benne, és ez Oroszország. Minden más szereplőnek az álláspontja, érdekei elég jól modellezhetők. Oroszországé nem. Oroszország területet akar szerezni, és nem tudjuk, hogy csak a Krimet szeretné megszerezni, Donyeck és Luhansk megyék elfoglalt területeit, vagy az egész megyét, az egész Azovi tengerpartot, aminek Mariupol a kulcsa, tovább akar menni Odessa felé, netán még Transnisztriáig is el akar jutni, és Ukrajnából egy szárazföldbe zárt országot csinálni, na most mindezeket a nemzetközi közösség nem fogja lenyelni. És Orbánék valószínűleg még mindig spekulálnak arra, hogy várjuk meg, hogy ki győz, ki mennyire erősödik, vagy gyengül ebben a konfliktusban, és majd utána lehet, hogy Orbánnak erre már nem lesz ideje. Záró kérdésként jutott még eszembe, hogy a nukleáris energia az vajon az orosz függést kicsit oldani fogja-e? Ugye Balázs Péter beszélt arról, hogy a németek milyen számára szimpatikus módon kezdték becsukni az atomerőműveiket és felszámolni a nukleáris energiát, mint forrást, de ez az egész nehéz helyzet Európában az orosz energiafüggéstől való megszabadulás, ez nem hozhatja el az atomreneszánszát? Vannak nyilván erre vonatkozóan törekvések egyes országoknál, atomhatalmaknál, hogy ebben az irányba akarnak menni, és ezt fent akarják tartani. Éppen de... a
francia elnökségtől hallunk ilyesmit. Igen, ez így van. Viszont a világ, nekem meggyőződésem, tehát itt ezek nyilván egyéni meggyőződések is, és az én pártomnak is, LMP Magyarország Zöld Pártjának a meggyőződése, hogy az energia általában, tehát nem csak Paks 2, az energia, mármint az atomenergia, az atomerőművek, azok kockázatosak. Gondoljunk például arra, amire korábban nem gondoltak, hogy egy atomerőmű háborúban mit jelenthet, hogyha egy atomerőmű megsérül, akkor ott nem két embernek az élete kerül veszélybe, hanem városoké, térségeké, országoké. Ezzel az emberiségnek biztos, hogy szembe kell néznie, és végig kell gondolnia azt, hogy milyen más lehetőségek vannak, milyen más energiatermelési lehetőségek vannak. Csak utalni szeretnék arra, hogy a napenergiának a potenciája az korlátlan. Nyilván vannak még technológiai akadályok, hogy korlátlanul tudjuk ezt használni, de az biztos, hogy egyre több erőforrást fognak belefordítani abba, hogy ezt az utat megtaláljuk. Nagyon szépen köszönöm. Ez az Ökóra Klímaszerviz volt benne Smuk Erzsébettel, az LMP országgyűlési képviselőjével és frakcióvezetőjével, illetve Balázs Péterrel, volt külügyminiszterrel, volt uniós biztossal. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Jövő héten a választások utáni első adást hallják majd. Minden jót kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük, Zóri. A műsort az Ökopolis Alapítvány támogatta.